1996-ban a diplomafilmemet Tandori Dezsőről forgattam. Nemrég költözködés közben megtaláltam a musztereket ütött-kopott, technikailag már rég elavult betakazettákon. Újra néztem őket, és kiderült, hogy tele vannak olyan érdekes és fontos dolgokkal, amik akkor az időkorlát miatt nem fértek bele a filmbe. 25 évvel később most ezek is napvilágra kerülnek. Az embernek sok madara van, akkor sok halottja is lesz, nem? Azt mondta egyszer nekem egy nem is túl érzékeny ismerősöm, hogy hány életed van neked, hogy ennyi halált ki fogsz bírni. Nagyon sok halottad lesz, és az nem igaz, hogy meg lehet szokni, csak hát azzal kell élni. Én kiszoktam járni a Tabánba sírjukhoz, mint egy öreg néni, automatikusan hova megyek, oda megyek, hetente egy párszor, kajálok ott a minden. Élem az életemet a halottaim mellett, ahogy mindenki. A cím, persze egyszer túl nagyra sikerültek bizonyos kenyérdarabok, de mindez már a múlté. Nagyon szeretem a verebeket. Túl vagyok azon az időn, amikor ez kellemetlenségekbe is sodort, mert módot adott az embereknek, hogy emberségünkbe beidegzett kifogásolhatnékjukat, mely jogos, mely bennem ugyanígy, a mocskos, poros, összehugyozott, szertecsikkezett utcán finoman szétszórt köleshéjak ellen fordítsák. Mondom joggal. Én csak pár hónapig etettem barátaim élénk gyülekezetét, és most van, amin van, a városban járva verép hangok hallatán érzem, ettől itthon vagyok. Pontosan nem emlékszem, hogy a Spiro mikor került a házhoz. De attól fogva a Dezső leállította a nyaralásaikat, amik ugye valahol Horvátországban, Adrián voltak. És az a, ilyen értem a Spiro ürüggyé vált arra, hogy ne kelljen többé kimenni a világba. A madarakkal ő maga is kiröppent abba a létezési formába, ahol tényleg csak a lét van. Tehát egy verebet nem tudsz morálisan A, B, C és D kategóriákba sorolni. A veréb, az életével van ott. Az életével van jelen, és ha te ezzel válasz közösséget, te akkor az élettel való közösséget, és nem a beárazott élettel való közösséget tudod megragadni. Látszik, tehát látja magát a nagy keret tükrében, egy kisebb tükörrel, melyben nézi magát, és látja magát, hogy a kezében tükörrel, a nagyobb keret tükrében látszik. Így magát is látja, és mégis ott nézi magát egy kisebb tükörben. Zöldes kő a háta, a gyűrődések nem a hús, a fénykép ráncai csak. Ezt nem láthatta már. De felkészült a múzeumi létre, örökké valója tényeskedik. A medvék, a madarak, a lovak és a kutyák felől jön-e szeretet, és hogyha jön, akkor ez nem korlátozó-e? Parasztosan és frázissal azt mondhatom, hogy ez nagyon sokat adott és hozzám adott az, amit tőlük kaptam. De hogy ez mennyi, vagy a szeretete, vagy nem, hát én semmi nem volnék, nagyon kevés volnék enélkül, amit például én adhattam nekik, vegyük így. Talizmán. Én a halálos ágyamon nem mondanám ezem azom, medvéimet szólítanám, mert hiányoznának nagyon. Én is hiányoznék nekik? Vagy ezt csak most képzeltetik? És ha nem vágyunk egymás után, mindönk megkönnyebbedhetik? Ha egyike, a másika, kár erre választ várni ma. Ami igazán egyszerű, csak le kell bonyolódnia. Oda se biccentjük fülünk, hogy épp mit álmodnak velünk, ott aztán tényleg fűre fű, elalszunk vagy felébredünk.